Sziasztok, vicuska vagyok! Fogadjátok tőlem szeretettel a 331-es leckét. Megmutatom nektek, hogy mit fogunk elkészíteni. Itt van a leckeképünk, ezt a leckét fogjuk elkészíteni. Remélem, sikerülni fog. Na, tehát, ebből a lecke képből veszünk mintát. Ugyanis én azért töltöm fel a csomagba az én saját képemet, amit elkészítettem nektek hogy tudjatok belőle mintát venni, meg tudjátok nézni, hogy hova raktam ezt, azt, mondjuk a nőt, a kelléket. Tehát azt ajánlom mindenkinek, hogy hozza be ide a képszerkesztőjébe az én saját képemet, amit feltöltöttem, és akkor innen nyugodtan lehet dolgozni. Na most, azt is ö, ö, szoktam mondani, hogy amikor hozzákezdünk egy leckéhez, mindig a nőből veszünk mintát, vagy a kellékekből. Tehát nagyon fontos, hogy vala, tehát olyan legyen, mint a nő színárnyalatba. Tehát nem fontos, hogy olyan sötét, csak színárnyalatban. Tehát akkor most a kalapjából veszünk mintát, ez itt a felső, tehát hozzáadjuk az egyéni színekhez háromszor. Utána pedig a világosból, most itt az én képemből veszünk a világosból innen. Tehát ezt mindig hangsúlyoztam, de vannak kezdő tanulóink, és még nem tudják sajnos, hogy hogy is megy ez a dolog, mert azért is nem tudják, mert nem követik pontról pontra a videót. Csak úgy nagyjából. Tehát ez nagyjából nem lehet a videót megnézni, csak pontról pontra. Tehát a világos és a sötét. Veszünk egy lapot 900x600-asat, leokézzük. Ablak eredeti méret. És amikor ezzel készen vagyunk, akkor beöntjük először a világossal, aztán ezt megduplikázzuk, réteg megkettőz, és a felsőt beöntjük a sötéttel. Most Letesszük a bödönt. Megyünk a szűrőkre, a fotomaszkra. Hát itt nem az a fotomaszk van, amit én szerettem volna, de majd mindjárt itt lesz. Itt van a leckés mappám, és ebbe van az a fotomaszk, amire nekem szükségem van. Na, tehát erre van szükségem, de nem így, hanem világos legyen a háttér és sötét. És akkor Ilyennek kell, hogy kinézzen, nem mindegy, hogy milyen. Tehát, e, hogyha ezt becsukom, akkor ilyennek kell, hogy kinézzen. Ha nem ilyen, akkor nem jó. Tehát az a lényeg, hogy fölül legyen a sötét szín, alul a világos. És akkor próbálgassátok a kis könyveskét, könyvecskét itt a fotomasznál, ez most e, itt, hogy ilyen legyen. Én most a mégse gombra kattintok, azért, mert ennek jelen pillanatban nem lehet árnyékot adni, mert amúgy is van rajta árnyék, de úgy oldom meg, hogy erősebb legyen, hogy megkettőzöm a réteget, és nagyon szép lesz, és egyesítem az előző réteggel. Na most, a következő dolgot teszem, ez megkettőzöm, réteg megkettőz, az alsónak adok szűrők, textúra más, mégpedig len. Ezt a textúrát adom az alsónak, oké? Most nem tudom, milyen, de becsukom, hogy lássam. Jó, nagyon szép. Tehát szűrők, szűrők, textúra más. Elmondom, hogy hogy kell ezt a mást tehát a textúra kettest kell bejelölni, ezt, és megfordítani majd. Majd. Ugye, bejelölted, megfordítod itt, hogy függőlegesen álljon, most már én nem okézom le, mert már egyszer van. Tehát, hogy megfordítod, hogy függőlegesen álljon, az arány 30, az átlátszatlanság, hát most... Várjatok, ezt le kell, meg kell nekem még egyszer nézni, tehát szűrők textúra más, hogy tudjam nektek mondani, ezt lecsukom addig, hogy tudjam nektek mondani, tehát ez függőleges legyen az arány, és akkor az, az átlátszatlanság, Hát nézegetem, hogy hogy lenne jobb. Hát ugye így nem látszik semmit. Ne legyen erős. Tehát ilyen 25 körül volt, igen, és a domborítás pedig a szélén legyen. És akkor itt vagyunk. Tehát itt ez az alsó, most kinyitom, ugye itt van, és akkor ezt már egyesíthetem is, hogyha megkettőztem. Amikor egyesítettük a réteget, mondom neki, hogy szabad átalakítás, 90%-ra lekicsinyítem, és réteg méretezéssel, itt fönt lehúzom, ugye? Először is a réteg az arányok megtartásából kiveszem a pipát, és akkor próbálom betájolni magamnak azt, hogy körülbelül mekkora legyen a keret, és akkor rögzítés. Na most ennek adok egy kis rétegbeállítások árnyékot, mégpedig len 30-as sugárral, és nagyon szép lesz, maradhat a 7 is, de mínusz 7-be megyünk el. Hát nem, nem. Nullára menjünk és ez 60 százalék. Jó. Megnézzük, hogyha mínusz hetet et csinálunk, hogy mi történik, akkor nagyon éles lesz ez az oldala, tehát nem jó. Nem jó. Tehát 0,7 és 30, 60 százalék. Jó. És akkor oké. Okay. Na most igazándiból készen van az alapunk, de még nem egyesítjük, mert itt lesz egy díszecske, és azt az alapra tesszük rá. Most pedig len, veszünk egy réteg új ürest, azért, hogy tudjunk dolgozni. Nem azért, hogy szükségünk van rá, hanem, hogy tudjunk dolgozni, mert lehet, hogy nem tudnánk dolgozni, tehát ezzel beöntjük. Jó, és akkor most meg különben is szükségünk van rá, mivel még egy új rest veszünk, és ezt pedig a világos löntjük be. Tehát megint készítünk egy maszkot, tehát egy sötéttel, meg egy világossal. A sötét az jó lesz nekünk, hogy tudjunk dolgozni, a világos pedig ismét egy maszkot készítünk, fotomaszk, még pedig nem ezt, hanem ugye leckés mappáim, 3,31, itt van ez a kis köröcskés, na most meglátjuk, hogy azt mondjuk neki, hogy oké, okay, tehát a világosabb legyen, és így kell neki kinéznie, és akkor itt alul, ez maradjon meg, azért, hogy lássunk is valamit, tehát most itt én lekicsinyítem szabad átalakítással, ezt valamennyire. Mondjuk 60 százalékra, a réteg méretezésre pedig kihúzom. Ilyenkor az arányok megtartásából mindig kivesszük a pipát, és kihúzzuk a szélére. Ezt is, meg ezt is. És kaptunk ilyen hosszúkás valamiket, és akkor ez így jó is lesz, egy picit összehúzom, igen, picit összehúzom, jó, és körülbelül így, így tájoljátok be, tehát ez legyen a támpont, hogy itt is körülbelül középet legyen, itt ekkora hézak legyen, és akkor mondjuk neki azt, hogy rögzítés, réteg, beállítások, árnyék, nézzük meg az árnyékot, tehát itt 30-as legyen, Nem tetszik ez az elmosott árnyék, Nézzétek, és akkor nem is baj, ez a hetes árnyék, nem tudom. Nézzük, tehát próbáljuk, hármas legyen inkább, tehát itt a sugár dominál, és mondjuk 60. Igen, nehezen lehet beállítani, de az így csak be lehet. És fekete. Jó. És amikor készen vagyunk, akkor réteg meg kettőz. Egy szabad átalakítással egy 45, 45 fokba megdöntöm. Hát ez is elég nehéz nagyon-nagyon érzékeny. És éppen itt a kettő között, hát ahogyan sikerül. 45-30, és réteg megkettőz, ez pedig egy viszintes tükrözéssel. Átdobod, és ott van. Tehát itt van nekünk. Ugye? Na, tehát egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző réteggel. Na most, ugye, lekicsinyítjük szabad átalakítással? Hát azt még nem tudom. Jelenleg 70%-ra kicsinyítettem le, ezt kitörlöm most. Hogy így lássunk valamit. Megint nem viszi az egerem. Tehát ezt így kitesszük a szélére, jó is, hogy már jó is. És akkor most azt csináljuk, hogy behozzuk a tájat. Itt van ez a táj, ezt már használtuk. Először is mondjuk neki azt, hogy kijelöljük a réteget. Réteg, új üres, veszünk egy üres réteget, tébetű mellé kattintunk, hogy a kijelölés megmaradjon, és akkor ugye ezt szerkesztés másolás, ide kattintunk a rózsaszínre, ide húzzuk szerkesztés, különleges beillesztés, kijelölésbe illesztés középre. Na most meglátjuk, hogy hogy sikerült. Szerintem nagyon szuper lett. Nagysága is nagyon jó, nem ment ki. És csak annyi különbség van, hogy hogyha. Ugye megszinte itt látszanak ezek a, hogy mondjam, a, a kis csúcsok. Tehát ezt úgy tudom megszüntetni, hogy fogom, beteszem az Inverse kijelölésbe a pipát, rámegyek, és akkor. Hát, lehet, hogy nem lesz sikerem, nem, nem, nem. Azért nem, azért nem lesz sikerem, mert a kijelölésbe illesztettük bele, és ezt is kijelölte, ezt is kijelölte bezárom egy kicsikét, hogy hogy néz ki. Igen, hát látjátok, tehát itt ezeket a csúcsokat kijelölte nekünk. Hát nem is tudom, nem is tudom. Annyira nem csúnya, de nem is szép. Tehát most elgondolkodom rajta, hogy visszamegyek, Igen. Tehát leveszem. Na most itt tartunk, itt tartunk, nem szeretném, hogy ez látszódjon. Akkor azt csináljuk, hogy én szívem szerint klónoznám ezt, tehát fogom, Ugye itt a klónozó, a sugár az mondjuk 30, és akkor CTRL gomb lenyomva tartva, és a bal gomb lenyomva tartva veszünk mintát, és kiklónozzuk itt, hogy ez itt ne látszódjon. Remélem nem is fog. Lényeg az, hogy itt a közepén ne, tehát itt legyen egy ilyen. Itt a közepén. Itt is kiklónozom. Itt is, tehát nem olyan nagy, nagyon vészes. Próbáljuk ezt kiklónozni, azért, hogy üres legyen a közepe, viszont az árnyék az kell neki. Viszont, hogyha külön árnyékoljuk, lehet, hogy így is jó lett volna, nem tudom, de most már így jó lesz. Vesszük a varázspálcát, kijelöljük, nézzétek, milyen szépen kijelölte, és akkor szerkesztés, másolás, ugye, itt van az új réteg, szerkesztés, különleges beillesztés középre. És akkor már is beillesztette, és nincs ez a probléma. Tehát kiklónoztuk. Egyesítés az előző réteggel, de még előtte, még előtte, még előtte csinálunk egy olyat, hogy ez picit becsukom, ezt a felsőt, adunk neki egy kis, tehát ezen a rétegen állunk, adunk neki szűrők, textúra merített papír. Adjunk neki merített papírt kétszer, mert úgy szebb lesz. És akkor következőt tesszük, egy picikét beljebb húzom, megyünk a szűrőkre, a domborításra, a mérsékeltre, szűrők domborítás, mérsékelt domborítás, és most ezt azután végezzük el, amikor már behoztuk a tájat, mert akkor, hogyha most csináljuk, akkor nem tudjuk kielölni a varázspálcával. Tehát ez így nagyon szupi, már a tájunk az itt van, és akkor most így jó is lesz. Egyesítés az előző réteggel. Nem tudom mikor adjunk neki domborítást. Szűrők, domborítás, domborítás adjunk neki most, ami külön van, mert ezt már domborítottuk. Egyesítés az előző réteggel, és kaptunk egy ilyen szép kis dolgot, remélem, hogy jó lesz. Egy nagyon picikét mondjuk neki a szűrők torzítás, gömböítés, hát azt nem tudom, hogy csinálta vele valamit, Hát nem így gondoltam, nem így gondoltam, gömbölyítésre gondoltam, szűrők, torzítás, gömbölyítés. Kihúzom a szélére, vagy teljesen ide, igen, tehát itt kell beállítani a gömbölyítést, viszont nem gömbölyíti rendesen. Ezt nem szeretném csinálni, inkább lekicsinyítem picikét. Szabad átalakítás, mondjuk tizet. Oké. Okay. Jó, és akkor jó is lesz. Így. És akkor hát itt ezt teljesen így lehúzzuk, itt a széli, kihúzzuk, ezt pedig lehúzzuk ide, mondjuk ez legyen itt a támpontunk, mert ide teszünk egy díszecskét, ide tegyük a sarokba, nagyon nem jó a zegerem, jó, talán jó lesz így, és akkor most oldjuk meg a díszt, egyesítem az előző réteggel, de még az alsóval nem. Most behozzuk a díszecskét. Szerkesztés másolás, szerkesztés beillesztés, és megfordítom, és ide húzom. És van itt egy szép kis valami, úgy is lehet, hogy egy nagyon-nagyon picit lekicsinyítjük, szabad átalakítás, tizet, igen, 90 százalékra, és akkor úgy, hogy a, a széle a virágnak itt fönt legyen, és ezt pedig ki lehet húzni nyugodtan ezt is, tehát ide a szélére, és akkor réteg megkettőz, és egy viszintes, vagyis függőleges tükrözéssel átdobjuk, és egy viszintessel is, és akkor meglátjuk, hogy mit kapunk. Végeredményben itt fönt is maradhat, tehát rátehetjük ide a keretre, tegyük rá ide. És akkor egyesítés az előző réteggel, mert én úgy szántam, hogy ide alá tesszük, de maradjon itt, az így nagyon szép lesz. Egyesítés az előző réteggel, ennek nem adunk árnyékot, és végeleményben akkor most már egyesíteni lehet ezt is. És akkor behozzuk a csajt. Szerkesztés másolás, szerkesztés beillesztés amikor behoztuk a csajócskánkat, ide rakjuk, ugye a virágból nem sok minden látszik, viszont úgy rakjuk be a csajt, hogy itt ezen az üres rétegen legyen, tehát ez itt látsz, ez itt látszódjon ki, tehát a textúrából, vagyis a mazból, ez itt látszódjon ki. Nem is tudom, hogyha megnagyobbítjuk egy kicsikét, egy tízzel, akkor mi történik? Így is nagyon szép, nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy tízzel nagyobbítottuk meg, igen. De hogyha esetleg 5-tel, mondjuk 95, már az is jó. Tehát nem muszáj ennek -e ilyen nagynak lenni, de viszont rakjuk ki a keretre. És akkor, amit ugye mondtam, hogy ez, ez legy, itt a fejénél legyen a széle, és akkor ez így nagyon szupi lesz. Jó, van, nem is bántom tovább. A nőnek esetleg adunk rétegbeállítások, árnyék, de euh, 30 as sugár, és hármas, és 80 százalék. Oké, okay. egyesítés az előző réteggel, uh, vicuska tutoriát rájuk, ebből a színből választunk, mégpedig ezt itt mikor, tehát mindjárt megmutatom nektek, mert tehát ezt feltesszük, ezt a, ezt a sötét szint, és akkor ide felkerül. Tehát ide, és akkor erre rákatintunk, és már van is színünk. Egy pici két. Nem is lett olyan sötét. Konvertál szöveget képrétegbe. Réteget megkettőzöm, egyesítem. Mert így is szép, hogyha réteg megkettőz, egyesít, és még megyek a szűrőkre, a domborításra, az erősebb, nem? ez már így nem szép, szűrők, domborítás, mérsékel, domborítás, és magamnak megkettőzöm, és lehúzom ide, ide rakom, tutoriált kiradírozom, hát igen, csak szeretném, kiveszem a pipát, és Kiradíroztam a tutoriált. Hát, igen. Egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel. És hát el is készültünk a leckével. Hát kaptunk egy ilyen mm, nagyon szép kis leckét, egy színárnyalatot, most pedig szeretnék mondani valamit. Van nekem egy képecském, pedig elkészítettem ezt a képet, ezeket kikattolom, mert azért nem jön be nagyságura, eredeti nagyságba, tehát itt mindent kikattolok. Igazán, tiból ez a képecském. Tehát most ezt szeretném, ablak eredeti méret, és akkor itt van a kép. Tehát elkészítettem ezt a képet, ugyanígy, ahogy ezt, tehát úgy kell elkészíteni. Ez a kép feladat lesz. Pünkösdre készítettem a képet, feladat lesz, ugyanezzel a, ugyanezzel, ahogy mutassam nektek, hogy mindenki lássa. Pillanat, egy picikét összehúzom, vagy nem is tudom. Talán talán össze tudom húzni, tehát, hogy mindenki lássa. Igazándiból látszódik, félig meddig, igen, hogy ezzel, ugyanezzel a módszerrel készítettem a pünkösdi rózsa alá ezt a zöldet, innen vegyetek mintát, tehát ezt vigyétek be a szerkesztőtökbe, innen vegyetek mintát az effektnek, vagyis ennek a kis csillagocskának, utána rakjátok bele a pünkösdi rózsát, ugye rárakjátok a díszeket, a nőt, és ugye nem utolsó sorban az alapot, ami ugyanez a maszk, mint ennél a hölgyeménynél van, tehát ennél a képnél. És akkor ez a halvány zöld az alap, és a piros, vagyis hát ez a szín. Na most ebből vegyetek mintát innen, és a zöldből, tehát a ez a piros domináljon, nem egészen piros, viszont ezt az áldott pünkösdi ünnepeket kívánok szeretettel. Ezt nem adom oda. Mert az én saját nevem van ráírva. Ezt nektek kell elkészíteni, és belerakni ide a virág közepébe. Ennyit szerettem volna elmondani erről a képről. Tehát ez feladat lesz, mindenkinek önállóan meg kell oldani, de nem olyan nehéz zöld, és ezt a piros, de nem is piros, inkább nem is tudom, milyen színe van. Pünkösdi rózsából vettem igaz a mintát, de innen vegyetek innen a nő fejem elől, és hát ezúton kívánok nektek áldott, békés pünkösdi ünnepeket nagy-nagy szeretettel. Mindenkinek Kellemes képszerkesztődést és jó időtöltést bünkösnapján, kellemes ünnepeket kívánok nektek. Tehát elkészültünk a leckékkel, most már csak rajtatok a sor, és remélem, hogy mindenki el tudja készíteni. További szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek, és még egyszer áldott! Pünkösdi ünnepeket! Sziasztok!